Egy nagyon egyszerű cukkini krémet fogok most csinálni. Van itt hozzá cukkini, de szerintem csak a kicsit fogom felhasználni. Ezen nagy, majd pörkölt lesz, illetve cukkini fasírt, majd meglátom, hogy mennyi kell hozzá, úgyhogy ezt el is rakom innen, tehát marad ez a kisebbik cukkini. Kell hozzá só, bors, olaj, a legjobb lenne olívaolaj, az most nekem nincs itthon, illetve csak extra szűz van, abba meg nem célszerű sütni, úgyhogy most napraforgó olaj, ételízesítő, és fokhagyma, ennyi persze nem kell bele, szerintem ennyi is elég lesz, de hát majd meglátom, lehet, hogy még ebből egy gerezdet rakok bele. Nagy lukú reszelőn fogom lereszelni a cukkinit. A cukkiniből kiszedtem a magokat, de igazából nem is kellett volna, mert annyira zsenge, hogy nyugodtan maradhat is benne, és végül is 4 kereszt fokhagymát fogok belerakni. És most pedig lereszelem a cukkinit. Cukkinit nem pucoltam meg, mert annyira zsenge a héja, hogy nem muszáj. Hogyha nagyobb vagy kicsit öregebb cukkinit használtok, akkor azért meg kell pucolni. És a sajt reszelőnek a nagy lukú részén lereszelem. Bocsi ezért a húrás, faragás hangért, de a szomszédba felújítás van, és hát ugyebár ez hangzavarral jár. Egyébként, ha van elektromos aprító, akkor azzal is lehet. Én most lusta voltam előszedni, de lehet, hogy jobban jártam volna. Two hours later. Nos, le van reszelve a cukkini, gyönyörű szép lett, és felvágtam a fokhagymát. Hát elég jó fokhagymás lesz, de nem baj. És most felrakjuk. Jó. Belerakjuk a cukkinit. Fú, lehet, hogy nagyobb serpenyőbe kellett volna. Na mindegy, ez úgyis összeesik valamennyire. Megsózzuk. Rakunk rá ételízesítőt. Felrakjuk a fokhagymát. Körülbelül 10 percig állandóan kevergetve pároljuk, és amikor már ilyen jó sok levet engedett, akkor onnantól még 1-2 perc, és el is zárhatjuk alatta a tüzet. Így néz ki, és most 2 óra hosszat mehet pihenni a hűtőbe. 2 óra pihenés után már kenhetjük is a pirítósra. Au.
jó étvágyat!